NB1 21. fordulójában az újoncok csatájának visszavágóját is megrendezték. Vasas Kozár Misleny 29-31. Először a vendégek vezetőedzője Gyulai Lászlót kérem, hogy néhány mondatban értékeljem. Fantasztikus érzés volt ez a győzelem. Már elmondtam a korábbi nyilatkozatokban is, hogy a Győr elleni mérkőzésen már látszott, hogy sikerült előrelépnünk, és ez tovább ment, és ugye múlt héten az Alba elleni győzelembe is elhitték a lányok, és hát el kell mondanom, hogy nagyon szerencsés helyzetben voltam a héten, mert ez az Alba elleni győzelem, ez akkora töltetet, löketet adott a csapatnak, hogy néha már sajnáltam őket az edzésen, mert szó szerint mindent kifacsartam belőlük, és látszott, érezhető volt ez a légkör, ez a millió. Korábban is elmondtam, hogy nagyon tisztességesen fogunk készülni, attól függetlenül, hogy most nyertünk. Mi tudjuk a helyünket, és tudjuk, hogy hol van a helyünk ezen a kézilabda palettán. Dolgozunk alázatosan, szorgalmasan, és hát a célunk az, hogy látszik, hogy építsük a jövőnket. És hát óriási köszönettel tartozom a játékosoknak, mert ahogy fölkészültünk, amit beleraktak, amit melóztunk tényleg a héten, szó szerint, az előtt nagyon le a kalappal, és hát én nem is tudom, és a közönségünk is, aki itt szinte hazai pályát teremtett nekünk, fantasztikus hangulatba, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy köszönet ezért a maiért. Ha a mérkőzést nézzük, akkor sikerült a legfontosabb dolgot szerintem ma meglépnünk, méghozzá az, hogy a visszarendeződésünket nagyon jól megszerveztük. Iszonyat sokat futottunk a héten, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és azt gondolom, hogy az első fél idő, sőt inkább 45 percben a védekezésünk az szinte kottára úgy működött, ahogy mi azt elterveztük, és hát nagyon köszönöm még egyszer a játékosoknak, a lányoknak ezt a milliót, amit itt teremtettek a héten, és a Vasasnak meg sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm szépen, maradunk a Kozár Misleny csapatánál. Bánfai Virágot kérdezem, belülről milyen volt ezt megélni? Hát először is elképesztően büszke vagyok a csapatra, mert amit az elmúlt 2-3 hétben, ahogy teljesítettünk, az parádés. Úgy érzem, hogy az egész meccsen mi domináltunk, a második fél időben kicsit elfáradtunk, de egy percig sem adtuk föl, a védekezésünk az nagyon feszes volt, a Puszi nagyon jól védett a kapuban, és egy csapatként mentünk 60 percen keresztül, és szerintem ez volt a kulcs a mai győzelemhez. Köszönöm szépen, és gratulálok nektek! Fordulok a hazai oldalhoz. Csaba, hogy láttad te a meccset? Nagyot hajráztunk, de talán mint a későn ébredt volna a csapat. Te hogy láttad? Először is gratulálok a Kozár Mislennek. Valóban így történt, ahogy László elmondta, hogy mi is készültünk úgy a mérkőzésre, érzésem szerint, hogy mindenképp itthon szerettük volna tartani a két pontot. Most nagyon csalódottak vagyunk. Egyértelműen a Kozár Misleny játéka mind védekezésben, mind támadásban dominált felettünk. Mi az első fél időt azt odaajándékoztuk, azt gondolom, mind a támadásbeli agresszivitásunk, mind a védekezésbeli agresszivitásunk, védett labdák hiányoztak, ami esetlegesen tartotta volna bennünket a szorosabb félidő eredményre. Ez nem jött össze, ebből jöttünk vissza a második fél időbe, de úgy, hogy annak se volt látszata, tehát igazából ott is tovább a Kozár Misleny dominált. Nagyon nagy volt az előny, én azt gondolom a mi szintünkön ez a 7-8 gólos előnnyel igyekeztünk volna felzárkózni. Ez hellyel közel sikerült, odáig, hogy 5-re feljöttünk, ott nagyon sok időt vesztettünk szerintem. Aztán mi is a második fél időben azt gondolom, hogy minden erőnket mozgósítottuk. Sajnos ez ennyire volt elég. Nagyon sajnálom, köszönjük a szurkolóinknak a eddigi támogatását, és nagyon bízom benne, hogy ki tudunk jönni ebből a gödörből, és egy olyan eredményt tudunk még hozni, ami magabiztosabbá teszi ennek a szezonnak a befejezését a számunkra. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban, Hordisár Bianca, szintén hazai oldalról.
Te hogy láttad a meccset, hogy értékelsz? Hát én először is szeretnék gratulálni a Kozár Mislánynak. Sajnos semmit nem tudtunk meg valósítani a pályán, amire készültünk, és ez az egész meccsen látszódott.